Pár perc alatt csak nem 200 ajándékcsomag érkezett a Szent István téri szeretett dobozba. A polgármesteri hivatal dolgozói töltötték meg a dobozt. December 20-áig bárki beteheti a szeretett dobozba a rászorulóknak szánt ajándékát. Hatalmas ajándékcsomagtorony a Városházán. A miskolci önkormányzat dolgozói együtt vitték el a szeretett dobozba az összegyűjtött ajándékokat. Én is kérek szépen egy kis segítséget. A manók is segítettek a Városháza dolgozóinak, hogy a csomagok ne sérüljenek meg. A dobozokat a Vöröskereszt munkatársai jutatják majd el a rászoruló családokhoz. Az ünnepélyes átadás az majd december 20-án lesz, amikor eljövünk ide a térre, és egy nagyobb mennyiséget elszállítunk, egyrészt átadjuk a Messzegyinek, másrészt a hozzánk beérkező segélykérelmek alapján szétosztjuk a rászoruló családok között. December 20-áig még bárki vihet csomagokat a szeretett dobozba, de fontos, hogy ne ruhanömű legyen, csak is olyan ajándék, aminek ő is örülne karácsonykor. Az önkormányzati dolgozók is ilyen csomagokkal érkeztek, a sor egészen az adventi koszorúvá változott virágúráig állt. Miskolc megyei Jugúváros önkormányzat polgármesteri hivatalának dolgozói a sok éves hagyományt folytatták, és több száz csomagot gyűjtöttek össze. Ugye ők ezt maguk csomagolták, feliratozták, hogy ugye kinek szánják, kislánynak, kisfiúnak, illetve hány éves gyermeknek szánják ezeket a szeretett csomagokat. A szeretett dobozba folyamatosan érkeznek az ajándékok, de a város idén még több dologgal hívja fel a figyelmet az adakozás fontosságára. Nem véletlen, hogy itt a város karácsonyfája is egy adományfa, valamint itt az adventi felkészülések hosszú sorában úgy próbáltuk összeállítani a programot, hogy minden az odafigyelésre, a gondoskodásról szóljon. Az adományfára egy tábla is felkerült, ami további adakozásra buzdít. A Szociális Közalapítvány számla számára befolyó összegből további tűzifát vásárolnak majd, amit a rászorulók között osztanak majd szét.